formában a befektetési kultúra és a tudáshoz növekedjen. Zsolt, mi újság a Startup Campuson? Jó estét még egyszer mindenkinek! Szia Péter, szia Gerbő! Nagyon izgalmas és jó beszélgetés, és örülök, hogy itt lehetek veletek digitálisan, amit személyesen nem is tudtam elmenni. És a kérdésre válaszolva köszönjük szépen, hál' Istennek jól vagyunk, és szokás szerint nagy évelei tervekkel, és évvégi még számvetéssel itt a 2020-as évvel kapcsolatban. Ez mit jelent? Pontosabban? Hát ilyenkor az ember megnézi, hogy mennyi minden projekt, befektetés ment végbe, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé, hova kell a fókuszt helyezni. Tehát még mi is egy fiatal szervezet vagyunk, azért folyamatosan HR-ben, működésben tanulunk, fejlődünk, és ezek a évvégi, évelei időszakok a legjobb időszakok arra, hogy kitűzzük az új célokat és az új elérendő kihívásokat is. Tehát ez erről szól most. A 2020-as év sok kihívással teli év volt, de szerintem dupla annyi programot valósítottunk meg, mint amennyit azt terveztük mondjuk egy évvel ezelőtt ilyenkor. Tényleg? Ez körülbelül mennyi? És milyen? Mit lehet tudni ezekről a programokról? De ugye aki nem ismerne minket részleteiben, három fókuszterületünk van, egy oktatás képzési lábunk, és itt elindult egy középiskolai képzési programunk, ami tavasszal felvette az InnoGen nevet, és ezt a programot folytatjuk idén is. A program célja, hogy megtaláljuk azokat a középiskolás tehetségeket, akik fiatalkoruk ellenére startupereket megszégyenítő fejlesztenek, kutatnak, és ezeket a fiatalokat tudjuk támogatni, illetve inspiráljuk a középiskolai közösséget, hogy az iskolai kereteken kívül rengeteg lehetőség van, és biztosítsunk nekik olyan találkozásokat, programokat, ahol közelebb kerülhetnek az innovációhoz. Ebben a munkában együtt dolgozunk a Magyar Innovációs Szövetséggel és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. Februárban lesz az idei programsorozatnak a bejelentése, és nagyon sok tehetség csatlakozik most diák nagykövetként, hogy ezt a közösséget együtt tudjuk építeni. Emellett évek óta húzó programunk, zászlós hajunk, az egyetemi inkubációs program, ahol a Budapesti Műszaki Egyetemmel, illetve a Széchenyi István Egyetemmel Győrben stratégiai partnerségben működünk. Itt négy képzést hajtottunk végre, és közel 10 befektetői döntés született. Ezek olyan tehetséges egyetemisták, akik már kutatnak, fejlesztenek, és hiányzik az a tudás, hogy a kutatás fejlesztésből innováció üzletileg validált termék legyen, és utána hiányzik az a lépés, hogy ilyen tőkét kapjanak. Ebben a programban a tőkepartnerünk a High Ventures, immáron harmadik éve, és minden programot itt is meg tudunk valósítani, sőt, sokkal szélesebb kör tudtunk elérni a digitális átállással. Tehát a teljes programot a toborzástól, kiválasztáson, képzéseken, a befektetéseken át, ugye itt elhangzott a Trustshare-nek a angyali keze, ami segít, ha baj van és fizikálisan nem tudunk találkozni. Tehát ezeket végre tudtuk hajtani. Emellett ugye aktívak vagyunk, ez a második fő fókuszunk a korai fázisú befektetések piacán is, a hazai inkubátor közösséggel együtt ugye különböző privát és Európai Uniós programokon keresztül fektetünk be, van már egy viszonylag nagyobb portfólium, és itt is több kisebb befektetés, következő körös befektetés tudott megvalósulni, ami segítheti ezeket a technológiai cégeket, köztük akár a Trustchain-t is, hiszen nagyon büszkék vagyunk
mint első befektető, hogy részt vehetünk a szerződéskötési piacot, és reméljük, hogy a export piacot meghatározóan fejlesztő startupunkra. És talán a harmadik lábunk, amivel egy kicsit különbözünk a hazai partnerektől, az a nemzetközi fókusz és a nemzetközi irodák. 2018 óta vagyunk jelen Londonban és Berlinben, és folyamatosan tanuljuk a helyi piacot, és hogy lehet segíteni hazai és külföldi cégeket az ottani piacra lépésben. Itt magyar ügyfelek mellett már dolgozunk spanyolokkal, franciákkal, illetve britekkel is, tehát egyre nemzetközibb a startup campus. Tehát még nagyon sok minden van, nem tudom mennyi az időkeret. Örülnék, hogyha mondanál rá példát. Tehát, hogy az, hogy most Berlinben meg Londonban van irodátok, nagyon jól is hangzik. A portfóliótokba kerülő cégek akkor számíthatnak arra, hogy a német piacra könnyebben tudnak kilépni, mert van egy csomó helyi információ, kontakt, partner, stb. Vagy akár német startupokat hoztok be Magyarországra, és adtok nekik itteni befektetés, volt-e már erre is példa, vagy ez hogy működik a valóságban? Alapvetően egy ügynökségi munkát végzünk, és jelenleg startup és scale-up cégeket tudunk a piacon validálni, terméket demoztatni és bevezetni, és amennyiben erre alkalmas, akkor az értékesítés és befektetési szakaszban segíteni. Ez egy kifele menő munka jelenleg, de hogy hozzak egy konkrét példát, ami mondjuk befele jövő, elindítottunk egy Discover Europe programot, amelyen keresztül Európán kívüli partnereink számát szeretnénk bővíteni, és Európán kívüli innovatív vállalkozásoknak biztosítunk egy Study Business Development túrát Budapestben, London tengelyben, és az első ügyfelünk novemberben a malajziai innovációs ügynökség volt, és 9 malajziai céggel dolgoztunk 12 héten keresztül 3 országban, hogy megismerjük jobban a lokális üzleti kultúrát, az európai üzleti kultúrát, és a piacra lépési lehetőségeket. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha egy startupnak különösen erős nemzetközi ambíciói vannak, akkor irány a Startup Campus, próbálkozzon nálatok, és próbálja meg titeket befektetőként beszerezni. És előnye az nálatok, hogyha pitchel valaki, hogy azt mondja, hogy például malajziai kapcsolatokra vágyok, vagy berlini központra, vagy londoni befektetőknek, illetve ügyfeleket szeretnék szerezni a közeljövőben, akkor ez nálatok előny, vagy inkább az van, hogy ti fedezitek föl azt a kvázi, mondjuk, hogy egy export potenciáját az adott startupnak, és viszitek aztán a lehető legtöbb fórumra ki őket? Természetesen a saját portfóliónknak ez in-house rendelkezésre áll, de minden olyan céggel, és nem csak startupokkal, hanem a 20-20-as évben megnyitjuk a programot magyar KKV-knak is, tehát amelyek valamilyen technológiát fejlesztenek, és ezeknek a cégeknek tudjuk biztosítani. Tehát igen, ugye a felvetés azonnal indult, hogy startupokról beszélünk, Közép-Európa közepéből szeretnénk globális piacra lépni, és hogy fogjuk tudni ezt a folyamatot segíteni, vagy hogy tudjuk, hogy mi történik a világban, ha nem vagyunk ott on the spot, és ez számunkra is mint befektető egy folyamatos tanulási folyamat, és folyamatos partnerépítési lehetőség. Uh-huh. Tényleg, amit említettél, tehát akár Malajziában, vagy akár ugye Németországban, vagy Angliában, közvetlenül napi szinten személyes kapcsolatban vagyunk befektetőkkel, startup inkubátorokkal, helyi startupokkal, tagjai vagyunk a helyi befektetői közösségnek. Így van egy olyan közvetlen elérésünk, amelyen mondjuk más ilyen szinten nem rendelkezik, illetve hosszú távon egy nemzetközi program, egy nemzetközi cég akarunk lenni. Jelenleg azt mondhatjuk, hogy egy európai innovációs ügynökség vagyunk, hiszen lányvállalatokon, programokon keresztül a tevékenységünk jelentős része külföldön folyik, export átbevételre rendelkezünk, amellett, hogy megvan ez a befektetői
tevékenység is. Világos, szuper. Hát akkor szép nagy perspektívát tudtok nyújtani a hozzátok forduló startupoknak. Körülbelül most hányan foglalkoztok? Jelenleg 10 cég van a állandó portfólióban, illetve vannak időszakos programok. Éppen most decemberben az Azerbajdzsáni Innovációs Ügynökséggel kötöttünk együttműködést, és ott van előkészítés alatt egy azerbajdzsáni program, ahol helyi cégeket fogunk támogatni, fejleszteni. Ugye ebbe a Discover Europe programba, de tárgyalunk Törökországgal, Marokkóval, Fülöp-szigetekkel, tehát viszonylag széles körben vagyunk jelen, és vannak kapcsolataink. Remélem, hogy ezzel rendszeresen hírt adtok. Szoktam persze olvasni, de annyira sok izgalmasat mondtál, hogy tényleg gyakorlatilag minden hónapban van valami jelentős bejelenteni valótok annak alapján, amit most elmondtál. Ez az Azerbajdzsántól Malajziáig azért ez még hallgatni is eléggé szédületes. Hogy, és hát bízunk benne, hogy majd a Trust-chain rendszerét tudjuk használni itt az export szerződések megkötésére, amikor a hazai KKV-kat vagy nagyvállalatokat is támogathatjuk ebbe a folyamatba. Még nagyon, nagyon röviden szeretnék egy programot kiemelni, ami egy mérföldkő volt itt az elmúlt évben. Ugye a nemzetközi piacra lépés mellett elindult a nagyvállalati programunk, a Tunsgrammal közösen, és ez is egy mérföldkő volt a Startup Campus életében, hogy egy önálló corporate accelerator program el tudott indulni, amelyben hardware technológiai cégekbe fektettünk be, és a Tunsgrammal közösen támogattuk a fejlesztésüket. Szuper! Hát most már csak arra híre várok, de remélem, hogy majd el fog hangzani ez hamarosan valamikor, hogy beléptek a közösségi finanszírozásba, és hogy bízunk benne, hogy leszünk társbefektetők oly módon, hogy a platformon keresztül is kerestek magatok mellé megfelelő egyrészt startupokat, másrészt pedig partnereket. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mindannyiatokat hamarosan itt a platformon is, nem csak itt a kanapén köszönhetünk. Úgyhogy köszi Zsolt, hogy ezeket összefoglaltad, és